A házigazda mellett a Békés Csaba és két külföldi csapat lépett pályára a 6. Fátum kupán. A nyíregyháziak szombat este a román CSM Lugos ellen mutatkoztak be szurkolóiknak. Hazai szempontból nem alakult jól a mérkőzés, 3 játékost is le kellett cserélni sérülés miatt, így a vendégek 3-szoros szettel 3-0-ra megnyerték a találkozót. A vasárnap délelőtti bronzmérkőzésen a szlovén Calcit Kamnik ellen az 5. játszma döntött, mégpedig a nyíregyháziak javára, így a 3-2-es sikerrel bronzérmesként zárta a tornát Adrián Csilinszky együttese. Alapvetően kettős érzéseim vannak a torna kapcsán. Nagyon örülök annak, hogy a 3. helyet végül sikerült megszereznünk egy komoly játékerőt képviselő szlovén csapat ellen, akik bajnokok ligájában is szerepeltek, illetve szlovén bajnokságot nyertek. Viszont maradéktalanul nem lehetek elégedett, mert úgy érzem, ennek a csapatnak a döntőben lett volna a helye. De ugye az elődöntőben a román csapat ellen 3 meghatározó játékosomat is elvesztettem sérülés miatt. Úgy tűnik, hogy ezek nem hosszú távú sérülések, de fáj ez a csapatnak, és ebből a 3-ból 2 maródiak voltak a második mérkőzésen is. Ezért örülök neki, hogy nyertünk, viszont most nagy szerep hárul az egészségügyi csapatban, hogy rendbe rakjon mindenkit, és újult erővel tudjuk elkezdeni a következő hetet. Tóth Fruzsina a válogatottól visszatérve 2 hete kapcsolódott be a felkészülésbe. A csapatkapitány szerint a fiatal együttes számára jó erőfelmérőt jelentett a hazai torna. Nagyon jól éreztük magunkat, nyilván voltak hullámvölgyeink, azért még éveleje van, próbálunk összeszokni a csapattal, még én is csak 2 hete csatlakoztam a lányokhoz. Szóval azt gondolom, hogy ez egy jó kezdés volt, jó torna volt, sok tanulság volt benne, hogy ezekből a hullámvölgyekből hogy kell kijönnünk, de ez egy folyamat, még csak az elején vagyunk, és remélem, hogy az év végére egy éremmel fog végződni. A nyíregyháziak még több felkészülési mérkőzés játszanak az október 4-én esedékes Békés Csaba elleni bajnoki rajtig. Tulajdonképpen ez egy hosszabb felkészülési torna sorozatnak az első állomása volt, hiszen most visszahívott minket a román Lugos csapat, ahol egy nemzetközi tornán fogunk szerepelni jövő hétvégén, illetve a következő héten a Békés Csabai tornára is ellátogatunk, úgyhogy még 4-5 nagyon kemény mérkőzés vár ránk, majd a Békés Csaba elleni szezonnyitó, ahol az igazi arcunkat is meg tudjuk majd mutatni. We are ready to play good volleyball. A Fátum kupát a CSM Lugos csapata nyerte, miután a döntőben 3-0-ra legyőzte a Békés Csaba együttesét.